Romániában 5-ből 1 gyereknek van valamilyen szembetegsége, erről azonban gyakran sem ő, sem a szülő nem tud. Marosvásárhelyen emiatt biztosítottak ingyenes szűrővizsgálatot, amelyen 420 gyerek vett részt 3 hónapostól 17 éves korig. A 2 hónapos Dániel szemeit próbálja megvizsgálni a szemész szakorvos, ő azonban inkább aludna még. A szülők a családi kortörténet miatt és a családorvos javaslatára döntöttek úgy, hogy orvoshoz viszik a kisfiút. A családorvosunk kijött 2 hetes korában, és megnézte, és mondta, hogy már eddig helyre kellett volna forduljon. Akkor még mind a 2 szeme befele fordult. És mondta, hogy még várjunk egy kicsit, és ha nem, akkor vigyük el a szemészhez, mert jobb, ha megnézzük. Mivel a családban volt már kancsol gyerek, és nekik is erős szemüveg kellett. És akkor időben meg szerettük volna nézni, hogyha tudunk, akkor segítsünk. Egy friss felmérés szerint a gyerekek 20%-át kellene sürgősen elvinni szemorvoshoz. Ez azért nagyon fontos, mert vannak tünetmentes problémák, melyet sem a gyerek, sem a szülő nem vesz észre. Ezeket pedig mi hamarabb korrigálni kell. Nagyon sokszor előfordul, hogy nem derül ki gyerekkorban, hogy a gyermek nem lát jól egyik szemével, és hogyha ezt 5-6-7 éves koráig nem veszük észre és nem javítjuk ki, akkor utána már nincsen lehetőség 100%-osan kijavítani ezt a hibát. Ezt úgy hívjuk, hogy tompalátás, tehát az a szem, amelyiknek kellett volna esetleg szemüveg, az tompalátó marad. A vásárhelyen végzett felmérésen résztvevő gyerekek több mint 10%-ának volt szüksége szemüvegre, anélkül, hogy ő maga vagy szülei tudtak volna erről. A környezetnek nagy hatása van a gyerekek szemének fejlődésére, mely alapvetően távoli látásra fejlődött ki. Ezért a túlzott mennyiségű számítógép, telefon vagy táblagép használat is károsíthatja a szemet és rövidlátást okozhat.